Szörnyű dolgok az Óza csodák csodája forgatásáról. A legjobban talán a főszereplőnek kellett szenvednie. A rendező ütötte őt, valamint elvették előle az ételt, kávéval itatták, és napi 80 szál cigarettát kellett elszívnia. 16 órát kellett naponta dolgoznia, ezért tablettákat kapott ahhoz, hogy ébren tudjon maradni, és ahhoz is, hogy elaludjon. Élete végéig függő maradt. A forgatások alatt Totó lábára léptek, el is törött neki, és 2 hétig helyettesíteni kellett. Műhóként aszbesztet használtak, akkor még nem tudták, hogy ez rákkeltő. Az oroszlán jelmeze egy igazi oroszlán szűréből készült, és kb. 40 kiló volt. A bádogember sminkje olyan festékből készült, ami allergiás reakciót váltott ki nála, és kórházba kellett szállítani. Csak nem belehalt. Ti láttátok a filmet? Szörnyű dolgok az Óza csodák csodája forgatásáról, 2. rész. A legismertebb városi legenda az, hogy az egyik pöttöm színész felakasztotta magát, és ez a filmben észrevehető. A szemfülesebb nézők ezt az egyik jelenetben észre is vették, mintha egy lógó alakot láttak volna a háttérben. A készítők ezt persze megcáfolták, és a díszletre fogták. A kutya Totó jobb fizetést kapott, mint a pöttömök a filmben. Valamint ezek a kisnövésű színészek kihasználták termetüket, és folyton szerencsétlen főszereplő szoknyája alá nyúlkáltak, zaklatták őt. Mivel a bádogember kórházba került a mérgező festék miatt, ezért őt helyettesíteni kellett. A színésznek, aki a helyére került, nem árulták el, miért cserélték le az előzőt. Nála már óvatosabbak voltak, de a szemei neki is begyulladtak.